Sziasztok, én Erázs vagyok, ez pedig itt az Erázs Könyvtára csatorna. A mai alkalommal kézműves könyveket hoztam nektek. Hogyha érdekel, maradjatok velünk! Valószínűleg sokan nem tudjátok rólam, hogy az olvasmás mellett a másik nagy hobbim a kézművesség, és nagyon szeretek sokféle technikát kipróbálni. Ahogy nézegettem a videóra készülődve, hogy milyen témában készítettem már számotokra videót, feltűnt nekem, hogy kézműves könyveket még nem ajánlottam nektek. Most szeretném pótolni ezt a hiányt, és néhány olyan könyvet elővenni, megmutatni nektek, amely annak idején nagy hatással volt rám. De akkor kezdjünk is neki. Tilda Haas egy korombeli fiatal hölgy, aki Norvégiában él, és csodálatosan szép tárgyakat készít. Ezek a tárgyak általában textilből vannak, és nagyon-nagyon szép skandináv otthonokat díszít vele. Tilda Haas egy nagyon népszerű iparművész, egy komplett üzlet épült már rá azóta ezekre a könyvekre. De mutatom a következőt. Ez a napsugaras otthon. Ez a Provence környéki hangulatot hozza el nekünk. Tilda egyszer úgy nyilatkozott, hogy Norvégiában nagyon sokáig tart a tél, és rengeteg időt töltenek bent a házban, és nagyon sokan kézi munkáznak, hímeznek, és varnak, és ezekből a gyerekkori élményekből állította ő össze ezeket a csodálatosan szép könyveket. Ezek a könyvek számomra inspirációul is szolgáltak. Nagyon sok tárgyat is elkészítettem már, itt láthatjátok, hogy szabásminta is van benne. Sok figurát elkészítettem már gyerekeknek ajándékba. Én mindenkinek szeretettel ajánlom, mert egy különleges színfor, de mutatok még kettőt tőle. A következő a Tilda alkotó műhelye, ez pedig az ő kis műhelyébe enged bepillantást. Itt is csodálatosan szép textiltakarók, textiltárgyakat találunk, figurákat, illetve sapkaszabás mintát. Nagyon tetszenek ezek az egyszerű, ilyen szép kis motívumok. Rettentően jó ezekkel a könyvekkel dolgozni, nagyon hamar meg lehet csinálni egy-egy tárgyat. Mindjárt mutatok is nektek még egy könyvet. Ez pedig a varázslatos díszek, mesés tárgyak, ez a téli ünnepkörhöz kapcsolódott. Minden évben nagy lelkesen vártuk kolléganőmmel, hogy megjelenjenek a Tilda könyvek, és már rendeltük is az Aréna 2000 kiadótól. Azóta már azt hiszem, hogy ez a kiadó vagy megszűnt, vagy pedig a Tilda könyvek már nem ennél a kiadónál találhatók meg. Itt a sarokban látható az alkotóról, az iparművész Tilda Haasról egy kép. Nagyon vidám és kedves hölgynek tűnik nekem így. Ilyen sapkákat is készítettünk, szóval olyan egyszerűen elkészíthető, gyönyörű tárgyak vannak benne, itt például, mint ezek a kis angyalkák is, amelyeket bárki otthon maradékanyagokból is el tud készíteni, és nagy örömet, sikerélményt adnak. Nagyon szeretem ezeket a könyveket, csodálatosan szép képekkel vannak tele, nagyon szépen vannak fényképezve, és olyan igazi skandináv hangulatot áraszt mindegyik. Remélem, hogy kedvet tudtam ezekhez a könyvekhez csinálni nektek. Tildának, ha jól emlékszem, 12 könyve jelent meg már Magyarországon. Ezek a vastagabbak, amiket mutogattam, még ezen kívül is van, vagy három. A vékonyabbak azok kiegészítő füzetek, azokat is érdemes beszerezni. Én nagyon szeretem minden egyes figuráját, sokat szoktam
gyerekeknek készíteni figurákat ezekből a könyvekből. Szóval, hogyha szeretnétek egy olyan könyvet vagy könyveket, amelyek kedvet csinálnak majd nektek a varráshoz, akkor Tilda Haas-nak a könyveit, Tildának a könyveit én nagyon sok szeretettel ajánlom. Hogyha már ismeritek, vagy használtatok ezek közül a könyvek közül bármelyiket, vagy olvastátok, akkor írjátok meg nekem, hogy nektek mi a véleményetek róla. Nekem egy nagy szenvedély a Tilda könyv, imádatom, és hogyha gondoljátok, legközelebb majd készítek egy műhely videót is, és megmutatom nektek a gyűjteményt, amelyet az ő könyveiből állítottam össze. De most akkor, ha kézműves könyvekről van szó, akkor mutassak hazai kézműves könyveket is. A hazai kézműves könyveket én leginkább a Cserkiadótól szoktam rendelni. Volt egy régebben egy olyan sorozata, amely a népi kézműves kismesterségeket dolgozta fel. Ebből több is van nekem, most ezek vannak itthon. A mézes sütemények, a bőrművesség, illetve a nemezművesség. Ezek már nem mindegyike kapható, szintén csodálatosan szép fotózott könyvekről van szó, részletes leírással, nagyon jól használható munkák, és a Cserkiadónál általában érdemes felnézni az oldalukra, mert tavasszal szokott akció lenni, és meg lehet ezeket a könyveket akciós áron rendelni. Sok más egyéb kertészeti könyvekkel együtt. Igazából minden ilyen kismesterséget, amelyekről nekem kiskönyvem van, ezeket ki tudtam már próbálni, kisebb-nagyobb sikerrel. Számomra leginkább legközelebb a varázs, a gyöngyfűzés, a gyertyakészítés áll, de nagyon nyitott vagyok a többi kismesterségre is, és szívesen tanulok ilyen új dolgokat, ezekből a könyvekből is akár. Régebben nem csak ezekből a könyvekből tanultam, hanem volt egy kis kiadású, ha jól emlékszem, Lazi kiadós színes ötletek sorozat, az viszont eléggé kevés információt tartalmazott. Azután jelentek meg ezek a Cserkiadós gyönyörű szép kiadású könyvek, amelyek már jóval több információt és nagyobb anyagokat is tartalmaztak. Én nagyon szeretem ezeket, minden mesterséghez több ilyen könyvet gyűjtöttem már össze. Most csak néhány ízelítőt próbáltam nektek hozni ezekből. Remélem, hogy egy kicsit kedvet tudtam csinálni nektek a kézművességhez, és arra biztatnálak benneteket, hogy akár a Cserkiadónál, akár a Lazi kiadónál nézzetek szét kézműves könyvek ügyében, mert sok olyan kiadvány van, főleg a kisalakúak, amelyekben lévő tárgyakat gyerekekkel is el lehet készíteni, amely mindig nagy élmény egy kisgyermek számára, hogyha közösen készítetek el egy-egy tárgyat, eszközt, vagy bármilyen kézműves terméket. Még két kézműves könyvet hoztam nektek, először is az Életre kell zoknik, és az Újabb életre kell zoknik. Ennek egy házas pára szerzőpárosa, Daniel és Leo Chia Wei, jól ejtettem a nevüket. Igazából ezek a könyvecskék, de mutatom közelebbről is, rettentően aranyos zokni állatok készítésére buzdítanak mindenkit. Gyerekekkel ajánlom ezeket a könyveket használni, mert nagyon nagy élmény lehet közös, apró kis állatkákat készíteni. Nagyon jók a leírások, viccesek a fotók, szóval csak jól tudok mondani erről a két kis könyvecskéről. Ez is a Arena 2000 kiadó gondozásában jelent meg,
hogy most kapható-e, azt sajnos nem tudom nektek megmondani, de szerintem antikvár példányként bízom benne, hogy beszerezhető. Nagyon aranyosak ezek a figurák. Elég sokat készítettem annak idején, mostanában gyerekek nagyon-nagyon rajongtak ezekére a figurákért. Az utolsó kézműves könyv pedig, amit ajánlani szeretnék, az pedig a Fantázia Ékszerek Kovács Évától. Magyar szerzője van, ugyanúgy Cserkiadó gondozásában jelent meg, sajnos ma már nem kapható, viszont 16 éve gyöngyözök, de számomra ez az egyik legjobban felépített kézműves könyv. Csodálatosan részletes rajzokkal, leírásokkal, magyar és angol nyelven is megtalálható a leírás. Nagyon jól használható könyv, szerintem az egyik legjobb gyöngyös könyv, amivel találkoztam. Ahogy látjátok, nekem be is van jelölve több ékszer, amelyeket nagyon sokszor elkészítettem. Nagyon szerettem ezekkel a mintákkal dolgozni. Kovács Évának oldalát is megtaláljátok a Facebookon. Ha jól emlékszem, nem tudom, hogy jelentem még már meg új könyve. Én nagyon örülnék neki, mert a legjobban használható gyöngyös könyv. Tehát aki gyöngyöt szeretne fűzni, gyöngyékszereket készíteni, és már nem a kezdő kategóriában indulna, vagy már régebb óta foglalkozik gyöngyfűzéssel, akkor ezt a Fantázia Ékszerek című könyvet ajánlom Kovács Évától. Szenzációsan jó, itt vannak a hátulján az ékszerek, amelyeket el lehet vele készíteni. Nagyon jó volt forgatni. Látjátok, nálam már egy kicsit meg van gyötörve, mert akárhány szakkörre járok oktatni, én el szoktam vinni általában ajánlani a tanítványoknak, mert csodálatosan részletes, és szinte nem lehet eltéveszteni ez alapján a gyöngyfűzésnek a folyamatát. Ezek voltak hát azok a könyvek, amelyeket én nektek a kézművesség témakörből ajánlok. Hogyha érdekel benneteket, akkor egy másik videóban szívesen megmutatom a műhelyt is, ahol dolgozni szoktam, és esetleg közösen készíthetünk is valamit. Írjátok meg nekem, hogyha érdekel ez az ötlet benneteket, és szeretnétek látni a műhelyt is, és azt is, hogyha már valamelyik könyvet olvastátok, vagy használtátok, illetve ti milyen kézműves könyveket ajánlanátok nekem. Nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre. Köszönöm szépen, hogy velem tartottál, én Erezs voltam. Hogyha tetszett a videó, akkor kérlek lájkold és iratkozz fel a csatornára, hogy minél több tartalma eljuthasson hozzád. További szép estét és nagyon sok jó könyvet kívánok!